Laura Barb gipszkartonozással és házvezetéssel foglalkozott. Jelentős bevételre tett szert, amelynek nagy részét italra költötte. Heti 7 napot töltöttem szórakozó helyeken, és körülbelül $400 költöttem italra hetente. Szóval jó sok pénzt szórtam el alkoholra. Így hitelkártyát használt a céges költségek fedezésére, amíg $20,000 adósságban nem találta magát egy jelzálog és egy autóhitel mellett. Nagyon szomorú lettem. Tudtam, hogy Isten az. És azt kérdezi tőlem, mit művelsz? Miért pazarolod el így az életet, amit én adtam neked? Átadta az életét Krisztusnak. Szórakozó helyek és ivás helyett elkezdett gyülekezetbe járni, és elkezdte olvasni a Bibliát. Ahogy növekedett az Istennel való kapcsolatában, felfedezte az adakozás bibliai alapelveit is. Amit vetünk, azt aratjuk. Ez Isten ígérete volt. Hűségesen elkezdett tizedet fizetni, de a hite hamarosan meg lett próbálva. Lakótársa kiköltözött, és így ráhárult az összes számlának a kifizetése. Többször előfordult, hogy a jelzálog hitelemet is ki kellett fizetnem, és a tizedfizetés is aktuális volt. De ha tizedet fizetek, akkor nem marad elég a hiteltörlesztésre. Azon a héten Laura kifizette inkább a tizedet, és Isten gondot viselt róla. Hazaértem vasárnap, és számos üzenetet találtam az üzenetrögzítőmön. Olyan személyektől, akik különböző munkákat akartak tőlem megrendelni. Csak kapkodtam a fejemet, hogy melyiket hívjam vissza. Laura bevétele így elég volt arra, hogy kifizesse a heti hiteltörlesztést. Az autóhitel fizetésekor újra Istenre bízta a dolgot. Még a hét vasárnapján is csak jöttek a telefonok a munkával kapcsolatban. Hűségesen adakozott, és egyre több munkája lett. Amikor Markhoz, egy sikeres autószerelőhöz férjhez ment, addigra már kifizette a hitelkártya adósságát. A maradék adósságot már együtt törlesztették, illetve közösen adakoztak a 700-as klub számára. Bízom a CBM-ben. Igazolni tudják, hogy mire költik az összegeket. Kisgyermekekbe fektetik, akik így iskolába járhatnak, megfelelő ruházatot, cipőket hordhatnak, és megfelelő táplálkozást biztosítanak a számukra. Mára már nincs adósságuk. Elmondásuk szerint ez az adakozásban tanúsított hűségüknek köszönhető. Isten hűséges az ígéreteihez. Ha azt mondja, ha aratunk, akkor vetünk, akkor ő nem hazudik. Megtartja az ígéretét azoknak, akik őt szeretik.